Sziasztok, megint itt vagyok. Most még otthonról jelentkezik, de később már a Balatonról fogok, Balaton Alkaliról. Ugye többen kértétek, hogy rakjuk ki a hogyan PUBG-z gépen ingyen videót, és akkor meg lesz csinálva, már felvettem az anyagot, ebbe a videóban meg fogjátok találni, és hát ott találkozunk. Na, itt vagyunk már Akaliban. Nem rá gondoltam. Menjünk innen. Na, szóval itt vagyunk Balaton Akaliban. És most egy lakókocsiban vagyok, tehát hamarosan meg fogom mutatni, hogy hogy néz ki. Most viszont előtte meg fogom mutatni nektek akkor is, hogy hogy kell ezt a PUBG-t megcsinálni. És... Na, sziasztok! Itt vagyunk most a kért videóban, mert feltettem Instagramra egy képet, hogy szeretnétek-e megnézni, hogy hogyan is készül a PUBG gépre. Tehát nem az eredeti verziót fogjuk használni, nem a teljest, hanem a PUBG Mobile-nak fogjuk kihasználni azt, hogy az ingyenes. Tehát, mivel hogy az ingyenes, és más dolgunk, mint keresni egy emulátort, ami fel tudja dolgozni az androidos cuccokat, hívjuk ezt most mi Noxnak, mert a Nox az egy emulátor. Tehát, fölmegyünk a bignox.com-ra, és innen letöltjük a Noxot eredeti verzióban. Miután ez letöltött, kapni fogunk egy ilyen multidrive-ot, meg egy Noxot. Tehát, hogyha kész vagyunk, beléphetünk a Noxba, itt van, és nincs más dolgunk, mint belelépni a Play Store-ba. Megkeressük a játszani kívánt játékot, jelen esetben a PUBG Mobile, és letöltjük. Nekem már le van töltve. Miután ugye ez megvan, megnyitjuk. Fog frissítéseket telepíteni, meg ilyesmiket, ez most ne foglalkozzunk. Beregisztráltunk, vagy beléptünk guestként, itt vagyunk, ez a menü. Tehát most valószínűleg kicsit szaggatni fog, meg minden. Elmondom nektek, hogy a PUBG Mobile-nak az alapvető kelléke a 3 mag, és összesen 6-7 GB RAM. Tehát ez kell, hogy legyen rajta. Videókártya nagyon nem kell hozzá, mert ez csak egy virtualizációs program. Fontos, hogy ha feltelepítettétek, és nem enged egy magnál többet használni, menjetek be a BIOS-ba, keressétek meg az Intel Virtualization technológiát, ezzel majd tudtok használni több magot egy emulátorban akár. Szóval ezt kell megkeresni, és akkor lehet növelni a magok számát. És hogyha ugye megcsináltátok itt a kis fogaskeréken a General helyett az Advanced Settings-et fogjuk használni, és itt van. Tehát ezt nem használjuk, mert ez nagyon alacsony. Legalább ennyit. Vagy 6. 3 core kell. Oké, megvan minden. Most restore-oljuk a Windows-t. Oké. Ez ekkora alapból. Most megyünk egy olyat, hogy kilépünk innen. Mit teszünk akkor, hogyha nincs hang? Tehát benyomtuk, de nincs hang. Ajánlom ilyenkor, hogyha a Play Store-t itt leblokkoljátok. Tehát ha bementek ide a Tools-ba, Settings, Apps, All, megkeresitek a File Manager-t, meg mindent, hogyha beleléptek,
a Nox-ba, abból van hang. De beléptek valamibe, mert így csináltak, van hang. És mondjuk, hogyha így beléptek a File Managerbe, itt már nem lesz hang. Akkor le kell blokkolni azt az alkalmazást, aminél nincs hang. És akkor jó lesz. Itt tudtok különböző témákat válaszgatni, ezzel tudjátok beállítani, hogy mondjuk, hogyha ide szeretnél rakni egy gombot, mondjuk mit tudom én J-betűt, akkor J-betűre meg fogja nyitni a tools-t. Tehát elmentjük, J-betűre megnyitja a tools-t. Tehát ez egy ilyen kis configuration. És itt tudjátok a játékban is testre szabni. Tehát, hogyha itt vagytok a játékban, mondjuk bemegyünk a triálba. Triál, miért mondom mindig triált, pedig csak training. Oké, itt van. Alapból így nem tudjátok irányítani. Meg kell nézni, hogy melyik gomb van kiosztva erre. Ezzel tudtok belépni a shooting módja. És akkor ki tudtok jönni különböző gombokat, mint például a controller gombokat, akkor a nyilakat, a shiftet, akár futásnak, körülnézés, csepet, lövés, célzás, fegyverválasztás, akkor még akár még makrószottok is, tehát több helyre kattintson, még ilyesmi. Most erre innen mindjárt ki is lépünk, megnyitom neked, nyomunk egy V-betűt, és már ben vagyunk a játékban. Felveszünk egy pent. És megszállom neked. Mindig terjöztek. Oké, mondjuk most crossbow-olni fogunk. Ez ugye a third person mód. És ez itt a first person shooting mód. Tehát, ha van így, ját tudtok lőni. És itt már rendesen működik. Látjátok, oda találtam vele. Próbáljuk újra. Ez már találat lett volna. Miután megvagyunk ezzel, nincs más dolgunk, hozzáadni a barátainkat és játékba menni. Ha esetleg valami nem lett volna tiszta, kérlek szépen jelezzétek egy kommentben. Na, megint meg vagyok. Itt vagyunk. És... De jó, hogy csak egy fél óra próbálom elkezdeni ezt a videót. Innen indulunk. Aztán itt van egy asztalkánk. Kis hűtő, kis szárító, a ventilátort azt mi hoztuk, még egy szék, akkor itt vannak az ablakrészek, és akkor itt van a bejárat, az emeletes ágy, én ott alszom fönt, akkor van itt az étkező, csodálatos gáztűzhely, és mosogató, mosogatóban még nincs víz, mert van közös, akkor itt van fönt egy olyan, ami TV hely, de most itt van a laptop, ilyen csodálatos alátámasztásokkal. De legalább van internet is, meg minden. Most nem hiszem, hogy tudok nagyon világosabbat csinálni, de talán ezt itt fölnyomom, meg ezt is. Tehát akkor még egyszer. Akkor van ez a kis háló, szüleimé. Van itt egy fürdő-WC, ami nem működik, ezért használjuk a közöst, mert ezt kivonták a forgalomból. Tükör. Ja, egy tükör. Ja, és akkor... És itt a laptop ebben a csodálatos támaszban. Neki ide raktam, segítség, nézhetik itt az izét, de egyébként... Na.
Ja. Na. Course. Tudom, hogy már régen nem volt videó, elnézést kérek a szünetért, de arra jutottam, hogy mivel mostanában sok helyen voltunk régebben, ezért muszáj lesz a kis pihenést hosszabbra rakni, és raktam egy hónap szünetet. Most se lesz sok videó, mert hamarosan megyünk vissza iskolába. Ugye, igen. A csodálatos 10. osztály. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. És hogyha szeretnétek még ilyen csodálatos tartalmat, akkor kérlek szépen iratkozzatok fel, és lájkoljátok ezt a videót. Akár bekövethettek Instagramon is, lájkolhatjátok a Facebook oldalomat, ez rátok van szabva, viszont hogyha nem tetszett, akkor kérlek szépen diszlájkoljátok, mert ez is jeleztek nekem, hogy nem tetszik. Egyébként nagyon-nagyon sajnálom tényleg, hogy nagyon rég volt videó utoljára, de most így jött ki nekem, nem volt semmi olyan, amit beletehettem volna a vlogba, vagy valamibe. Ez most tényleg egy nagyon jó dolog, voltunk ezzel fürdeni, szóval érezzétek továbbra is jól magatokat a nyáron, és hát érezzétek jól magatokat a továbbiakban. Hamarosan vége a szünetnek, sziasztok! A virtualizációs